McKay Londonban született, szüleivel és testvéreivel Dartfordban nőtt fel. Apja Harold McKay, skót könyvelő, édesanyja Marion McKay egy guyanai származású nő volt. Két lánytestvére később 1954-ben és 1957-ben született. Patrick gyermekként gyakori áldozata volt apja fizikai bántalmazásának. Gyengén teljesített az iskolában, zaklatta a fiatalabb iskola társait és gyakran dührohamai voltak. Egyik osztálytársa később úgy jellemezte McKayt, mint egy kis terroristát, rendszeresen megfélemlített és bántotta társait. Pokolfajzatnak, az ördög fiának és az ördög ivadékának nevezték. Állatkínzást is folytatott és gyakran letépte a madarak szárnyait. 10 éves volt, amikor apja Harold szívrohamban meghalt, épp munkába tartott. Az alkoholizmus szövődménye és a gyenge szíve miatt. Utolsó szavai a fiához az alábbiak voltak. Ne felejts el jó lenni. McKay által képtelen volt túltenni magát az apja halálán, és azt terjesztette, hogy Harold még mindig életben van. Édesanyja megtiltotta, hogy elmenjen apja skóciai temetésére. Ezután Patrick lett az apa figura a családban, majd idővel ez odáig fajult, hogy bántalmazta anyját és testvéreit. A rendőrség rendszeresen járt hozzájuk, ugyanis anyja mindig ráhívta a hatóságokat fiára. McKay hajlamos volt szélsőséges dührohamokra, 15 évesen pszichopatának diagnosztizálták. Orvosa dr. Leonard Carr azt jósolta, ha felnő, egy hidegvérű pszichopata gyilkos válik belőle. 5 év leforgás alatt legalább 15 alkalommal távolították el otthonából és különféle intézményekbe, börtönökbe helyezték. Egy speciális iskolában az egyik tanára úgy jellemezte, mint potenciális nőgyilkos. 1968. októberében McKay a Liverpooli Mossad intézménybe került, mint szélsőséges pszichopata. Egészen 1972-ig volt ott. McKayt elvarázsolta a nácizmus, különféle náci emléktárgyakat gyűjtött, Hitlert példaképének tartotta. Súlyos alkohol és kábítószer függőségben szenvedett. McKay 1972-es szabadon bocsátását követően a tehetős londoni Chelsea és Kingston Bridge területeit apró bűncselekményei hulláma lepte el. A leggazdagabb londoni lakosok otthonaként ismert luxusüzletekkel és csúcskategóriás éttermekkel teli területeken hirtelen megnőtt a betörések és rablások száma. Kifejezetten tehetős idős hölgyeket célzott meg, kezdetekben az azonosítatlan támadó összebarátkozott ezekkel a nőkkel és bejutott otthonukba, hogy felméri a terepet, majd alapos tervek alapján kirabolta őket. Később kiderült, hogy McKay állt a bűncselekmények mögött. 1974. február 14-én azonban átesett a ló túloldalára, ugyanis a 84 éves Isabel Griffiths Chelsea otthonában fizikailag bántalmazta, folytogatta, majd leszúrta. A rendőrök ekkor még nem tudták beazonosítani az elkövetőt, a környéken folytatódtak a rablások és apró lopások, betörések. 13 hónappal később, 1975. március 10-én az idős Adele Price-t is megölt a Chelsea otthonában, McKay egy pohár vizet kérve jutott be a nő birtokára. Adele unokája akkor tájtért haza, és anélkül, hogy tudta volna, elhaladt a gyilkos mellett az utcán, amikor McKay elhagyta a birtokot. Néhány mérfölddel odébb 1975. március 21-én Anthony Green atyát brutálisan meggyilkolták Shoreham, Kentben. A papot fejszével támadták meg, a fejszét a helyszínen találták meg. McKay több szemtanú is látta a környéken ólálkodni.
Egy korábbi incidens által összefüggésbe hozták McKayt az atya megölésével kapcsolatban. Az eset a gyilkosság előtt néhány hónappal korábban történt. McKay csak azért barátkozott össze a pappal, hogy betörjön az otthonába és ellopjon egy 30 fontot érő csekket. Bár Crean atya megpróbálta rávenni a rendőrséget, hogy ezt ne tegyék, McKayt letartóztatták és vádat emeltek ellene. A történtek után megszakadt a kapcsolat kettőjük között. A rendőrség azonnal felkutatta McKayt, aki beismerte Crean atya meggyilkolását. Miután letartóztatták Crean atya meggyilkolása miatt, McKaytől új lenyomatot vettek, amelyek megegyeztek az Adele Price halála helyszínén talált új lenyomatokkal. Ékszereket és ezüst töltő tollakat találtak McKay otthonában, amelyek a Chelsea és Belgravi területén elkövetett rablásokból származtak. A Metropolitan Police nyomozásba kezdett McKay ellen, és kiderült, hogy számos más megoldatlan gyilkosságot és bűncselekményt követett el London környékén. Először bevallotta a rendőrségnek Anthony Crean, Isabella Griffiths és Adele Price meggyilkolását. Ám amikor McKay Brixtonban volt előzetes letartóztatásban, a nyomozók olyan információkat kaptak más foglyoktól, hogy még legalább 6-8 embert ölt meg. A legtöbb ilyen gyilkosság ismeretlen volt a vallomás felvevő tisztek előtt. A nyomozók ellenőriztek néhány gyilkosságot és megállapították, hogy azok valóban megegyeztek a Londonban és környékén történt megoldatlan gyilkosságok részleteivel. Az első felderítetlen gyilkosság a 17 éves német Heidi Mill gyilkossága volt, akit 1973. július 9-én gyilkoltak meg. A szemtanúk szerint Heidit megkéselték egy vonaton, majd a gyilkos kinyitotta az ajtót és kidobta Catford közelében. A második Mary Hines volt Kentish Townban 1973. július 20-án. A harmadik 1974. januárjában egy részeg hajléktalan, akit ledobott egy hídról a Temzébe. A negyedik és ötödik az 57 éves Stephanie Britton és 4 éves unokája Christopher Martin volt 1974. január 12-én. A hatodik Fran Goodmané volt 1974. június 13-án, akit egy doboz cigaretta miatt agyonvertek egy vascsővel. A hetedik a 92 éves Sarah Rodmel meggyilkolása Hackney lakásában 1974. december 23-án. Az utolsó a 48 éves kávézó tulajdonos Ivy Davis-é volt Soundheadben. 1975. februárjában a gyilkos megverte egy sodrófával. McKay bevallott, hogy tudott a kávézóról és fontolgatta, hogy kirabolja, de nem úgy jött ki a lépés. A nyomozók arra a következtetésre jutottak, hogy McKay volt az elkövető a Chelsea és Kensingtoni rablásoknak és betöréseknek is. McKay négy kivételével az összes gyilkosságot tagadta, hogy ő tette volna. Griffiths, Price, Crean és a hajléktalan, akit 1974. januárjában dobott le a hídról. Ez azt jelentette, hogy nem volt elegendő bizonyíték ahhoz, hogy mind a 8 gyilkossággal vádolják. A rendőrség nem tudta azonosítani azt a hajléktalan áldozatot, akit ledobott a hídról. Az 1975. novemberében tartott tárgyaláson elítélték Adele Price, Isabella Griffith és Anthony Crean atya megöléséért, ezeket beismerte McKay. További bizonyítékokat találtak Frank Goodman meggyilkolásában való részvételére, de ezek nem voltak elegendőek és nem ítélték el Goodman vagy Hines meggyilkolása miatt, az ügyek megoldatlanok maradtak. Életfogytiglanú börtönbüntetésre ítélték minimum 20 évre. McKay védőügyvédje őrültségre hivatkozott, de az orvos szakértők arra a következtetésre jutottak, hogy pszichopata, személyiségzavar és nem mentális zavar. A 1989-ben rövid ideig szerepelt egy BBC dokumentumfilmben a 40 Minutes Danger Man című epizódjában. McKay a Hull börtönben tartották fogva, ahol egy különleges egységet állítottak fel az ország egyik legveszélyesebb és legnehezebb fogolyának kezelésére. Amikor McKayt arról kérdezték, hogy pszichopata-e, így válaszolt. Soha nem merült fel bennem, hogy valahogy pszichopata lettem volna.
McKay minimális ideje 20 év volt, vagyis 1995-ben szabadulhatott volna, de elutasították a szabadlábra helyezését. 2017-ben engedélyezték számára, hogy egy nyílt börtönbe költözzön napi szabadlábra helyezéssel. 2019-ben Garrett Johnson, a Dartfordi parlamenti képviselő aggodalmának adott hangot McKay esetleges szabadon bocsátása miatt. Felvetette a kérdést a parlamentben és írt az igazságügyi államtitkárnak. 2020-ban ismét fontolóra vették McKay kiadását. A feltételes szabadlábra helyezési bizottság meghallgatását elhalasztották egy újabb vizsgálat közepette, amely az őt gyanúsított gyilkosságokban való részvételét vizsgálta. 2021 májusában a feltételes szabadlábra helyezési bizottság bejelentette, hogy nem szabadulhat, de szabadlábon maradhat. 2022-ben kiderült, hogy McKay ügye ismét a feltételes szabadlábra helyezési bizottság elé került. Ivy Davis fia azt mondta, hogy felháborodott a bejelentésen. De nem tudott számot adni a feltételes szabadlábra helyezési bizottságnak McKay bűneinek hatásáról, mivel McKayt nem ítélték el a gyilkosság miatt. Mindenki tudja, hogy többet tett, nem mutatott lelkiismeret furdalást, de nem sokat tehetek ellene, nyilatkozta Ivy Davis fia. Patrick McKay idén már 48. éve tartózkodik börtönben. Ez lett volna Patrick McKay az ördög ivadékának története. Ha tetszett a tartalom, kérlek dobj egy lájkot és nyugodtan iratkozz fel, ha még nem tetted meg. Ne feledd a kis harangot sem, hogy első közt értesülj a legújabb videókról. Kommentben bátran írjátok le, mi a véleményetek az esetről. Továbbá légy csatornatag, ahol exkluzív tartalmakat érhetsz el, valamint élhetsz a szuperköszönet lehetőségével is, amit a videók alatti sávban találsz meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, találkozunk legközelebb. Sziasztok!